Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Kriegsgräber sind die größten Friedensboten. Ökumenisches Gedenken auf dem deutsch-ungarischen Soldatenfriedhof in Fünfkirchen. Schwäbische Trachten aus dem Kreis Tolnau. Frau Jana Stehl kleidet seit 16 Jahren Puppen ein. Der Volkstanzverein Kränzlein wird 35 Jahre alt. Zum Jubiläum kamen auch Gäste aus Deutschland. Galakonzert mit jungen Musikern. 6. Akkordeonfestival in Fünfkirchen. Der ungarisch-deutsche Soldatenfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Friedhof von Fünfkirchen wurde vor 31 Jahren im Juni 1991 eingeweiht. Seitdem haben der Volkskulturverein Nikolaus Lenau Fünfkirchen und die Deutsche Gemeinde von Fünfkirchen am 2. November auf dem Gelände eine ökumenische Gedenkfeier mit Kranzniederlegung organisiert. Auf dem Grundstück sind ungarische, deutsche und kroatische Soldaten bestattet, die aus den Komitaten Branau und Tolnau exhumiert wurden, sowie Opfer von 1956. 79 ungarische, 205 deutsche und 7 kroatische Soldaten, die aus den Komitaten Branau und Tolnau exhumiert wurden, sowie 3 Opfer aus dem Jahr 1956, ruhen auf dem Grundstück des Volksfriedhofs von Fünfkirchen, der vor 31 Jahren eingeweiht wurde. Seitdem wird alljährlich am 2. November eine ökumenische Gedenkfeier mit Kranzniederlegung und geistlicher Wohl der auf dem ungarisch-deutschen Soldatenfriedhof ruhenden Opfer veranstaltet. In diesem Jahr war Dr. Zsuzsanna Gerner, Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, eingeladen, die Gedenkrede zu halten. Weil man sich erinnern muss, die Geschichte lehrt zwar die Menschen, dass die Menschen nichts lernen aus der Geschichte, frei zitiert nach Mahatma Gandhi. Dennoch darf man die schrecklichen Folgen des Zweiten Weltkrieges, glaube ich, nie vergessen. Und man soll darauf achten, dass Frieden bewahrt bleibt und dass, dass solche Kriege, die so viele Menschenopfer und so viel Leid und so verheerende Folgen gehabt haben in der Vergangenheit, dass sie sich nicht wiederholen dürfen. Dieses Denkmal, also das Kreuz und überhaupt das, der gesamte Soldatenfriedhof hier, wurden 1991 eröffnet. Und hier ruhen 220 deutsche Soldaten, die in der Umgebung von Pécs gefallen sind im Zweiten Weltkrieg. Es gibt einen Verband für deutsche Kriegsgräberfürsorge in Deutschland. Und diese Organisation sorgt dafür, dass Soldaten, die irgendwo außerhalb Deutschlands gefallen sind im Zweiten Weltkrieg, dass sie bestattet werden und dass ihre Gräber gepflegt werden und dass solche Veranstaltungen wie die heutige jedes Jahr abgehalten werden. Die ökumenische Gedenkfeier wird gemeinsam von Nikolaus Lenau Volkskultursverein von Fünfkirchen und die Deutsche Gemeinde Fünfkirchen organisiert. Seit mehreren Jahrzehnten organisieren wir diese Veranstaltung. Meine Vorfahren, also die damals diese Sendung gegründet haben und das Lenau-Verein, waren mitbeteiligt damals. Hier stand nichts auf diesem Gelände und einige zivile Leute, diese beiden Organisationen, haben sich zusammengeschlossen und haben gedacht, dass wir vielleicht hier etwa eine zentrale Stelle aufbauen sollten, wo wir an die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Übrigens sind das nicht nur Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern aus dem Ersten Weltkrieg. Leute, die 56 gefallen sind, sind auch dabei auf diesem Friedhofsgelände hier hinter uns. Es hat sich einiges verändert. Anfangs waren es noch mehr Leute da. Da hatten wir noch Leute, die Verwandten im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Diese Generation sind auch ausgestorben, die damals das miterlebt haben, etwas erzählen konnten. Wir versuchen immer wieder, Leute für die Festrede einzuladen, die auch über diese Zeit erzählen können. Und auch Leute, die über den Krieg auch aus ihrer Erfahrung sprechen können. Es werden immer weniger Leute, die das machen können, aber wir versuchen es Jahr für Jahr. Wir werden auch immer weniger. Anfangs waren es mehrere hundert Leute, die sich versammelt haben. Heute waren wir zwischen 50 und 100 Menschen. Aber diese Zahl ist jetzt seit so 5 oder 10 Jahren immer das Gleiche. Auf dem Gebiet von Ungarn im Zweiten Weltkrieg hat 53.000 deutsche Soldaten ihr Leben verloren oder verschwanden spurlos.
Die Überreste vieler von ihnen werden während des Baus gefunden, aber auch auf Friedhöfen werden Ausgrabungen durchgeführt, seit die Gräber der im Zweiten Weltkrieg gefallenen ungarischen und deutschen Soldaten wurden von dem Regimewechsel durch nichts geschützt und die meisten ihrer Grabsteine verschwanden. Die Botschaft der Feier ist jedes Jahr dieselbe. Es ist wichtig, sich an die Helden zu erinnern, die mit ihrem Schicksal den Weg für zukünftige Generationen wiesen können. Die Gedenkfeier endete mit einem Kranzniederlegung. Frau Janosch Thiel kleidet seit 16 Jahren Puppen in die schwäbische Kleidung des Kreises Tollnau. Außerdem näht, häkelt und bestickt sie die Kleider selbst aus originalen alten Stoffen. Die Anfertigung von Trachten beginnt oft mit einer monatelangen Materialsammlung und es dauert auch viele Wochen, bis jedes Stück fertig ist. Nemrégiben Kakasdó mutatta be Thiel Jánosné a Tolna megyei sváb viseletekbe öltöztetett babáinak egy részét, ugyanis elmondása szerint otthonában csak nem 86 baba díszeleg, amelyek teljesen élethűen vannak felöltöztetve. Nagyon szeretem öltöztetni ezeket a viselet ruhákat, nagyon szépek, és saját magam készítek rajtuk mindent, úgyhogy a kötéstől a horgolásig, a varázsig minden saját kezűleg, és amennyire lehet, eredeti régi anyagokból készülnek. Hát ehhez elég nehéz hozzájutni, de hát most már 16 éve csinálom, hát azóta azért elég sok mindent össze tudtam szedni, illetve nagyon sok mindent kaptam fölajánlásból is, úgyhogy nem kellett sokat mennem, utána hozták. És nagyon szépek a viseletek, csak sajnos már kevésbé föllelhetők. Múzeumok, tájházak, gyűjteményekben még van, magánembereknél nagyon kevés van, és de most már nem sok hiányzik, egy 4-5 darab hiányzik az egész Tolna megyéből, településekről, hát azt még igyekszem beszerezni, elkészíteni, aztán befejeződik. A sváb viselet az első világháborúig szinte teljesen fekete volt. Nagyon kevés volt a színes ruha, de az is csak sötét bordó, sötét kék, sötét zöld. Nem volt díszes, illetve rosszul mondom, nem díszes volt, de nagyon egyszerűen, diszkréten díszítették, ami nagyon elegánsá tette a ruhákat. Volt, ami passzentos volt, tehát alakhoz feszülő is volt, ami bő volt. A passzentosok azok csodálatosan szépek voltak, és a legszebbek a mennyasszonyi ruhák voltak. Na most a mennyasszonyi ruha az úgy volt, hogy mennyasszonyi ruha volt, ünneplő ruha volt, és halottas ruha is volt. Úgy nagyon sokat abba temettek el, amibe férhez ment, mert hogy sok ruha nem volt. Aztán később a 20-as években már kezdődött a színesedés, amikor a magyar hatások jobban érződtek már a viseleteken. Akkor kezdtek el tarkábba járni. A 40-es évekre ez már teljesen, azt mondják, hogy megbolondult, mert rettenetesen színes és tarka lett a viselet. Sok magyar behatás is van benne, és szláv, meg szlovák behatás is, úgyhogy akkor már nem igazán teljesen sváb a viselet. A sárköz nagyon sokat változtatott, a siógárd, a kötényeken, a rózsás kötények, amik a sváboknak régen nem voltak, azok akkor kezdtek el 30-as, 40-es években elterjedni. Ez egy kisfiú, a fiúkat 3 éves korukig szoknyában járatták régen, és aztán lettek, aztán kaptak nadrágot, amikor már szobatiszták voltak. Ez a kis csipke, ez több mint 100 éves rajta, a kis főkötője, ez a felsőnánai a kisfiú, de Gyönki felsőnánai gyerekeknek ilyen hasonló gyöngyös sapkájuk volt. Ez egy kötött sapka, amiben belekötöttem a gyöngyöt, a monogramját és az évszámát, amikor született. Thiel Jánosné azt mondja, mindig is, már egészen kiskorától kezdve nagyon szerette a babákat öltöztetni. Elég sokat utaztunk, rengeteg népviseleti babát gyűjtöttem össze, és csak magyar nem volt köztük. És vettem volna én magyart is, de majdnem minden, amit láttam, ilyen kínai öltözékben volt, hát ez nekem nem tetszett, gondoltam, varrok. Akkor elkezdtem varni, akkor vartam
4 vagy 5 magyar babát, a környező viseleteket megvartam, és akkor eljutottam a mözsi viselethez, ami nem kimondottan magyar viselet volt, hanem magyar, sváb és szlovák keveredett viselet volt, és nagyon tetszett, és akivel együtt vartuk, a Rézi néni, ugye a svábasszony, a Rézi néni mondta, hogy hát ha már elkezdtem, akkor próbáljam meg a sváb viseletet. Na és akkor elkezdtem a sváb viseleteket, és akkor úgy döntöttem, hogy na akkor ez marad, és hát beleszerettem. És így maradtak a sváb viseletek. Úgyhogy most tényleg ott tartunk, hogy nagyon kevés hiányzik a Tolna megyeiekből. De hát kijebb már nem nézelődök, mert elmúlt az idő, most már annyit nem tudok elkészíteni, hogy mást is vállaljak még hozzá. Egy öltözék elkészítése akár 2 hónapba is beletelhet. Nagyon lassan is megy, főleg ha egy olyan kézimunka van rajta, amit nem ismerek, azt ki kell kutatni, hogy egyáltalán hogyan kell készíteni, azt próbálgatom. Van, hogy napokig próbálgatok egy kötésmintát, mire rájövök, hogy hogyan készítették, mert sehol ez már leírva nincs. Ugyanez van a kézimunkával, a horgolással, nagyon sok úgynevezett neckap, ez a kis fej háló, ilyen fekete kis neccelt konykötő háló, az, amit nem tudok, hogy hogyan készítették, hát az is napokba telik, mire az ember rájön arra, hogy körülbelül olyat csináljon, de eredetit már nem tudok. Szóval az nincs, aki megtanítsa az embert arra, hogy hogy kell. Ez ilyen aprólékos dolog. Auch der Bürgermeister der Partnerstadt war zur Jubiläumsshow der Tanzgruppe Kränzlein von Bonhard geladen. In Wernau, wie auch in Bonhard, spielt die Traditionspflege eine große Rolle. So gibt es die dortige Tanzgruppe seit über 50 Jahren. Bei der Feier betonte der Abgeordnete Janosch Apert Potapi, wie unverzichtbar Kränzleins Arbeit für die Bewahrung und Verbreitung deutscher Traditionen in Ungarn sei. Die Tanzgruppe Kränzlein aus Bonhard feierte ihr 35-jährigen Bestehen. Zu der Veranstaltung war auch der Bürgermeister von der Partnerstadt Bonhard, Wernau, geladen. Beide Städte haben aus der seit 1987 bestehenden Beziehung viele Vorteile gezogen. Also für uns in Wernau ist es eine sehr wertvolle Beziehung. Insbesondere auf der menschlichen Ebene haben wir in diesen über 30 Jahren ganz, ganz viele Freundschaften knüpfen können, haben viele Kontakte zwischen Vereinen, zwischen Organisationen, die in beiden Städten da sind, gehabt und aber auch auf Seiten der Stadtverwaltung des Gemeinderates in beiden Ortschaften, die sich ja in diesen über 30 Jahren stark verändert haben. Durch Wahlen hat es neue Bürgermeister gegeben, hat es neue Gemeinderäte gegeben, aber diese Partnerschaft war immer lebendig. Ich denke, wir können beide voneinander profitieren, weil in jeder Stadt andere Dinge einfach einen besseren Weg gemacht haben. Und insofern haben wir sowohl im sportlichen Bereich immer wieder mal Kontakte gehabt, haben Wettkämpfe gemacht, aber auch im kulturellen Bereich war der Austausch noch viel, viel größer. Unser Musikverein ist regelmäßig hierher gekommen, unser ungarndeutsches Folklore-Ensemble, das hatte vor drei Wochen sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Da war auch eine Delegation hier aus Bonhard bei uns in Wernau. Wir haben Auftritte gegenseitig gehabt, wir haben Musikgruppen gehabt, wir haben Umzüge durch die Stadt gehabt und immer sind dann die Gruppen aus der jeweils anderen Stadt gekommen und haben mitgewirkt. Und ich denke, das ist kulturell schon eine tolle Bereicherung. In Wernau, wie auch in Bonhard, spielt Traditionspflege eine große Rolle. So gibt es die dortige Tanzgruppe seit über 50 Jahren. Wie pflegen wir unsere Arbeit? Ja. Unsere Eltern und auch meine Eltern, meine Mutter, ist in Ungarn geboren, in Balkonja. Ja, sie musste dann nach dem Weltkrieg auswandern, wurde auch vertrieben. Wir haben dann 1971 bei uns begonnen, ungarndeutsche Tänze zu machen.
Und wir sind mit diesen ungarndeutschen Tänzen dann auch in die alte Heimat, in die Heimat unserer Eltern, haben die Tänze dort getanzt. Wir waren dann auch in anderen Regionen, wir haben ungarische Gruppen kennengelernt und wir haben dann begonnen, auch diese ungarischen Tänze zu tanzen. Und heute machen wir ungarndeutsche Tänze, ungarische Tänze und freuen uns immer, wenn wir gemeinsam mit Tanzgruppen hier in Ungarn sein dürfen, hier in Bonnhardt oder dann in der Heimat in der schwäbischen Türkei, ja, bei unseren Eltern oder auch in Budapest mit Tanzgruppen in der Gegend. Wir sind heute eine Tanzgruppe mit etwa 50 Tänzerinnen und Tänzern. Ja, wir haben auch Kinder im Kindergartenalter, ja, und die Ältesten sind 68 Jahre bei uns in der Gruppe. Wir durften jetzt letzte Woche das 50-jährige Jubiläum feiern. Wir mussten es ein Jahr verschieben wegen Corona. Dann war es ein 50 plus einjähriges Jubiläum. Auch Ilona war mit Tänzerinnen bei uns. Das hat uns sehr gefreut. Und auch die Alten mit 68 Jahren konnten noch einmal auf die Bühne gehen und wir konnten einen ungarischen Tanz zeigen. Während des Festprogramms betonte auch der Abgeordnete János Árpád Potápi, wie unverzichtbar Tanzleins Arbeit für die Bewahrung und Verbreitung deutscher Traditionen in Ungarn ist. A hagyományoknak a megtartása az nem magától értetődő dolog, hiszen azt minden egyes nemzedéknek újra és újra kell tanulni, hiszen nagyon gyorsan, akár egy nemzedék alatt is feledésbe merülhetnek ezek a dolgok. A Transline Egyesületnek köszönhetjük azt, hogy a tolnai, baranyai néptánc hagyományokat sikerült újra feleleveníteni, közönséggel lévinni, és most már azt mondhatjuk, hogy több ezer gyermeknek, fiatalnak megtanítani. Természetesen most már azt is elmondhatjuk erről az Egyesületről, hogy nem csak ezeket a hagyományokat hozzák újra vissza és tanítják meg, hanem már tőlük tanulnak a környező településeknek a néptánc egyesületei, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országos szinten is kimagasló az ő tevékenységük, hiszen a németségnek az egyik központjáról beszélünk, vagy a Bonnhárdról beszélünk, és ehhez pedig mindenképpen hozzátartozik ez az egyesület. Jó látni azt, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem a német nyelvterületen is több helyen is felfigyeltek a Transline-ra, és sok esetben az ő ünnepeik is elképzelhetetlennek lennének a bonyhádiak nélkül, még inkább pedig a Transline nélkül, hiszen vannak olyan német együttesek, néptánc együttesek, hagyományőrzők, akik a Transline-tól tanulják el a régi néphagyományokat. Legyünk erre büszkék, hiszen ők sokszor olyan dolgokat hoztak vissza a köztudatba és a táncokba, amelyeket a németek, az itt élő németek ősei hoztak ide a 18. század elején, vagy akár a 19. századi, 20. századi táncokat, 20. század elejé táncokat hozták újra a színpadra. Mindehez én szeretnék nekik gratulálni, és további sok sikert kívánni. Úgy gondolom, hogy nem csak a kormányzat részéről, hanem a város részéről is mindig elismert volt az ő tevékenységük. Ez a város, most már nyugodtan elmondhatjuk, 35 éve nem olyan lenne, hogyha a Transline nem lenne, hiszen minden egyes társadalmi esemény, ünnepeink, fesztiválunk kötődnek ő hozzájuk is. Seit 1987 pflegt die Tanzgruppe Transline schwäbische Traditionen und Tänze und gibt sie an jüngere Generationen und Interessierte weiter. Von sehr jung bis zu Erwachsenen spielen alle fünf Gruppen eine wichtige Rolle, um die Kultur am Leben zu erhalten. In diesem Jahr wurde das Harmonika-Festival in Fünfkirchen zum sechsten Mal organisiert. Die im Landkreis Branau studierenden Akkordeonisten gaben am Ende der fast einwöchigen Programmreihe ein großes Galakonzert.
A Bói Harmonika Együttes 2000-ben alakult. Az oktatás 1997-ben kezdődött, amikor Ladocki Aranka tanárnő tanítani kezdte a diákokat a hangszerre. A felnövekvő gyerekekből alakítottak egy harmonika együttest. Van olyan tagunk, aki még a kezdetektől tagja a zenekarnak, és van olyan tagunk is, aki közben jött, felnőtt korában kezdett el tanulni harmonikázni, vagy kiskorában tanult, és utána újra visszatért ehhez a hangszerhez. Szóval ez a 2000-es évektől azért elég nagy utat járt be a tagságunk is, és ezzel párhuzamosan ugye maga a repertoárunk is eléggé vegyes, vannak németes számaink, könnyebb, nehezebb technikai tudást igénylő számaink is vannak. Mindig az aktuális gyermekekhez és a tagokhoz, a tudás szintjükhöz igazítjuk a darabokat, és különböző formációkat is szoktunk alakítani, tehát kisebb csapatokat is kialakítunk, egy kvintettet vagy egy triót. Most a mai koncerten 12 fővel fogunk szerepelni. Nagyon vegyes műsort állítottunk itt is össze. Lesznek könnyűzenei dallamok is, lesz azért német vonatkozású számunk is, mint ahogy a repertoárunkban is ez megtalálható. 2018 óta játszanak együtt a Hímesházi fiatalok. Mivel erősen német település Hímesháza, ezért közel áll hozzájuk a sváb zene. Fúvós zenekari átiratokat játszunk sokat, amit sváb fúvós zenekarok játszanak, de ez mellett próbálunk mindenfélét játszani, hogy a harmonika is egy olyan hangszer, amiben nagyon sokféle nemzet dalai népzenéje megszólal, ezeket próbáljuk mi is átültetni a mi zenekarunkra. A kis harmonika zenekarunk a Hímesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanulóiból áll, jelenleg és volt tanulóiból áll, hiszen már nagyobbak is vannak, akik még visszajárnak hozzánk egy kicsit zenélni. Ők mind a növendékeim voltak, és így áll össze a kis harmonika zenekar. Több településről jöttünk, összesen 4 településről vagyunk, és 10 fogunk együtt harmonikázni a mai napon. Idén változott kicsit a program a tavaly évekhez képest, amikor is kávéházi harmonika szó címmel zajlottak a koncertek. Idén elindították a színházi harmonika szó című koncerteket, ami azt jelentette, hogy a fesztivál hetében 3-szor is színházban hallgathatta a közönség a harmonikásokat. Ezeken a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei léptek fel, mondta Kémendi Tamás harmonika művész. Ezen kívül, ami idén szintén újdonság, hogy óvodákba is mentünk, mert az a célunk, hogy hosszú távon is megismerjék a hangszert és megszeressék a gyerekek. Így elkezdtük a zeneóvit, a harmonikás zeneóvit is, ami azt akarta, hogy idén 3 óvodában voltunk, hogyha jól emlékszem, Szabó Beck Angilával, akivel közösen zeneóvit tartottunk és bemutattuk a gyerekeknek a harmonikát. Ezen kívül volt egy kurzus, egy mesterkurzus, amelyet Ernyei László tanár úr tartott, ott is nagyon sok növendékünk részt vett ezen az eseményen, valamint pénteki nap, október 28-án Kis Péter adott koncertet Harmonika Vonós 4-esben címmel a Tómkőtárban. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a kis koncertek és ezek a kis programok előzték meg a mai gálakoncertet. Nagyon sokan hegedülnek, nagyon sokan zongoráznak, hogyha megnézzük a Baranya megyében, hogy hány zongorista van, hány hegedűs, hány gitáros, és ahhoz képest hány harmonikás, akkor biztos, hogy sokkal kevesebben vagyunk. Na hát ezen szeretnénk változtatni, és ennek kapcsán létrehoztuk 6 évvel ezelőtt ezt a fesztivált a Pécsi Német Körrel. Az volt a célunk, hogy ezt a hangszert, a harmonikát népszerűsítsük, bemutassuk, hogy milyen sokoldalú is tud lenni, és hát természetesen azt várjuk, hogy egyre több növendék fog majd jelentkezni a zeneiskolákba. Györfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház művésze Kémendi Tamással már évek óta közösen szervez harmonikához kötődő zenés énekes produkciókat. Most a 6. Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjén a háziasszony szerepét töltötte be Tamás mellett a színésznő, és énekelt is a Kémendi trióval közösen. A harmonika az nem egy könnyű hangszer, sem technikailag, sem pedig a hallgatóságnak. Tehát nekem is meg kellett szokni, és meg kellett szeretni ezt a hangszert, de szerencsére Kémendi Tamás személyében egy olyan művésszel találkoztam, aki által nagyon közel került hozzám ez a hangzásvilág és ez a hangszer. Persze Tamás nagyon sok stílusban, a hozzám közel álló stílusokban is kiválóan forgatja a hangszerét, úgyhogy
itt én először leszek részese a Harmonika Fesztiválnak, még nem találkoztam ezzel a produkcióval, tudtam róla, de még nem léptem fel, és nagyon meglepett így összesen ennyi embert, ennyi harmonika művészt és tanítványt látni egy színpadon. Szerintem ez csodálatos, hogy tényleg méltó helyén van ez a hangszer. A Linau Egyesület támogatja, ápolja a magyarországi németek nyelvét, kultúráját, hagyományait. Most is ezt tette a 6. Pécsi Harmonika Fesztivál létrejöttében. A harmonika a magyarországi németeknek is népi hangszere, így hát minden olyan program, ami ezt a hangszert népszerűsíti, illetve a magyarországi német dallamokat megszólaltatja a műsor keretében, azt nagyon szívesen támogatja az Egyesület. Tamással már több éve dolgozunk együtt különböző projekteken, és ő kereste meg a Linau Egyesületet, hogy tudná-e támogatni ezt a Harmonika Fesztivált, és ezt természetesen nagy örömmel megtettük. A támogatást tulajdonképpen egy pályázat keretében tud megvalósulni, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumához beadott pályázatunk, és kimondottan erre a Harmonika Fesztiválra, illetve ennek a szervezési költségeire fordítható. 6 évvel ezelőtt Kéméndi Tamás és Matkovics Krec Eleonóra a német kör elnöke alapította a Pécsi Harmonika Fesztivált. Akkor tájt nagy hiány mutatkozott a harmonikásokból. A kör tánccsoportjához is kellett volna harmonikás, de nem volt, miközben a harmonika a németek emblematikus hangszere. A harmonika mint hangszer így indult, hogy egyáltalán bemutassuk, megszólaltassuk, milyen fajta harmonikák vannak, hogyan lehet hozzájutni, hogyan született maga ez a hangszer, tehát ez volt így az első évnek a célja, de már akkor is volt egy harmonika hangverseny, az a Művészeti Gimnáziumban. Akkor a következő évben mondtuk, hogy a harmonika annyi mindent tud kísérni, táncosokat, kórusokat, akár az argentin tankó nélkülözhetetlen hangszere, hogy akkor ez legyen a következő év. Szintén volt ekkor is már egy koncert, egy nagyobb koncert, és a harmadik alkalommal azt mondtuk, hogy a harmonikának helye van a filharmonikusok között is. No, ez egy nagy áttörés volt, mert bizony ez egy ilyen furcsa lépésünk volt, de hál' Istennek léteznek olyan számok, ahol a harmonika a filharmonikusokban helyet kaphat. És akkor itt a Kodályban volt az első nagy hangverseny, amikor a harmonika a filharmonikusokkal közösen játszott. Az ez során még fellépett Kis Péter, Hermes Krisztián, Gerner Péter, Katona Anna, Jónás Dorina, Orgyán Csanád, Orosz Zoltán és a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. A rendezvényt a Baranya megyei Harmonikásokért Egyesület szervezte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.